És folytatjuk a hetes stúdió adását, a mikrofonnál Hardi Mihály, most már kiegészülve két értő, és ahogy az imént megjegyeztem nekik, veterán rádiós kollégával, hiszen itt üdvözölhetem a stúdióban Farkas Zoltánt, aki a Magyar Rádióban nagyon sokáig a gazdasági ügyeket vitte, és most a HVG-nél dolgozik, és hát Bolgár Györgyöt, a Klubrádió legendás kollégáját. Ez a legendás jobban tetszik, mint ez a veterán, vagy hogy is mondtad, na mindegy. Természetesen mi sem állt tőlem távolabb, mint hogy bármelyik ötöket is megsértsek, különösen így az óra elején, mert akkor aztán kapok hideget, meleget. Viszont a mai témák közül talán az első, amit megvitatásra ajánlok, hogy Orbán Viktor nem ment el Münchenbe a válogatott meccsére. Mit gondoltok ti erről? Megfutamodott, vagy attól félt, hogy kifütyülik? Hát nekem legalábbis nagyon furcsa volt elsőre. Vagy ez törvényszerű, hogy elkerülte ezt a kudarcos helyzetet? Nem törvényszerű. Hát lehet, hogy már a kvóta fölött volt, ugye Németországban csak egy bizonyos százalékban lehet megtölteni a stadionokat, nem nincs telt ház, lehet, hogy későn igényelt jegyet, és nem kapott már. Nem pedig kínaival van beoltva, és ezért nem is lehet, teheti be a lábát Németországba. De a dolog ezért ennél komolyabb, ugyanis nagyon jelentős szimbolikája van ennek, hogy Orbán, aki nem mondom azt, hogy mindent föltett a focira, de sok száz milliárd forintot föltett rá, ami közös pénzünkből, ez neki személyesen is, politikailag is nagyon fontos ügy, és nem is szalasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy jelen legyen fontos, akár sorsdöntőnek minősíthető, vagy messze nem sorsdöntő mérkőzéseken is, hogy lehet, hogy éppen ezt a meccset hagyta ki, amin egyébként sok múlott, és kiderült, hogy egy gólon akár az is múlhatott volna, hogy megverjük a németeket, és tovább jutunk a 16-ba. Nem létezik, hogy egy ilyet kihagyott volna, csak azért, hogy Giorgia Melonival, az olasz újfasiszták vezetőjével találkozzék Brüsszelben. Ez biztos, hogy egy kifogás volt, de miért volt kifogás? Vajon miért dönthetett így? Minden bizonnyal azért, mert nem számított arra, hogy milyen hatalmas felzúdulás lesz Nyugat-Európában és Németországban az ő melegellenes törvénye miatt. Úgy gondolta, vagy attól félt, vagy arról tájékoztatták őt az emberei Németországban, hogyha ő ott megjelenik, esetleg egy komolyabb tüntetés is kialakulhat a stadionban ellene. Mert igen, te is így fogalmaztál a kérdésedben, megfutamodott, nem mert ezzel szembenézni. És azt mondta, hogy akkor inkább maradunk a biztos távolságban, az se jó, hogyha ott vagyok és nyerünk, az se, bár az jó, biztos, az se jó, hogyha nem nyerünk, ha döntetlen, ha vesztünk, de hogyha ott egy magyar ellenes vagy Orbán ellenes tüntetés alakul ki, amire én nem tudok válaszolni, csak legfeljebb úgy teszek, mintha semmi nem történne, az nekem rossz. Ez nem Orbánra val, de nagyon furcsa meghátrálás. Hát nem tudom, ugye van egy remek könyv, a napokban jelent meg, a Rényi Pál Dánielnek a Orbán Viktor labdarúgó karrieréről szóló könyve, amiből kiderül, hogy azért Németországban szinte valamennyi labdarúgó mérkőzésre kiment, már amikor a magyar csapat érintett volt, sőt, kifejezetten voltak labdarúgó barátai, már úgy értem, hogy olyan politikusok, akik kifejezetten kedvelték a labdarúgást, a Berlusconitól kezdve, akivel szintén labdarúgó mérkőzésen találkozott először, egészen a Stoiberen át. Úgyhogy azt nehéz lenne vitatni, hogy nagyon-nagyon ott szokott ülni a magyar válogatott mérkőzésein, de nem csak azon, mert ebben a könyvben van sztori arról is, hogy világbajnokság szinte összes meccsét végignézte, 4 kilóval gyarapodott, pedig még jóval fiatalabb volt, de egyetlen egyet hagyott ki, azt is csak kényszerűen. Tehát nem csak arról van szó, hogy... Sőt, hát voltak olyan labdarúgó mérkőzések, ahová a fiát is vitte magával, hiszen lehetett látni fotókon, tévéközvetítésen, hogy ott ült Orbán Gáspár mellette, aki, ha jól tudom, szintén egy ideig labdarúgó is volt. Felcsúton játszott valóban. Felejthetetlen dolog, amikor fölhívta az érettségi banketten Bolgár Györgyöt, és elmélyedtek abban a beszélgetésben, hogy ezt ugye nem tudjuk, Zoli, ezt nem tudjuk biztosan, ezt csak valaki mondta, aki vele együtt játszott, hogy az, aki név nélkül bejelentkezett
Felcsútról az ő volt, de ezt soha senki megerősíteni nem merte. De ez is labdarúgó öltözőből jött ki ez a hírem szerint. Úgyhogy a labdarúgó öltözőkben nagyon-nagyon fontos dolgok történnek. Egyébként akkor ugye arról szólt a beszélgetés, hogy lehet-e az alaptörvényben Istenre hivatkozni. Tehát nagyon lényeges beszélgetés volt, és nagyon érdekes is volt egyébként a maga módján, mert egy érett 18 éves fiatalember próbálta Bolgár Györgyöt, a veterán műsorvezetőt meggyőzni. Na mindegy, tehát a lényeg az az, hogy valamit szerintem nagyon benézett Orbán Viktor, nem szokott egyébként benézni. Gondolom, az egyik cél az világos volt, hogy Fudán most egyelőre adakta, tehát arról nem beszélünk. Valami olyasmivel kell elterelni a figyelmet, vagy olyan irányba kell elmenni, ahol befelé erősödhet, még akkor is, hogyha a külvilág erre ugrik. Hát, de a hét második felében viszont mindenféle értelemben kiborult a bili, hiszen el kellett menni Brüsszelbe, és szembe kellett nézni. Erre mondom, többi... hogy ezt talán nem gondolta, hogy ez ilyen erős lesz. Ugye én megnéztem ezt a törvényt, ugye ebben a számomra a legbőszítőbb nem csak a pedofilia és a homoszexualitás összekeverése, hanem van benne egy olyan rész, hogy az iskolákban csak azok mehetnek el előadást tartani, már akik nem ott dolgozó pedagógusok, akiket nyilvántartásba vettek. Tehát akik biztos, hogy nem fognak belekezdeni szivárvány tematikába, hogy ilyen módon fogalmaznak. Eufemisztikusan fogalmaz. Szóval az egész hihetetlenül szükségtelennek látszik, ha szabad azt mondani. Tehát valami olyan megfontolás van mögötte, amit és speciál két okból nem tudok megérteni. Egyrészt, hogy a labdarúgásban ugranak arra, hogy a család az család, vagy pedig homoszexuális. De hát ez is tele volt egyébként olyan szimbolikus lépésekkel, hiszen az M4 stúdiójába Petri Zsoltot meghívták szakértőnek. Ezt akarom mondani, hogy azóta, Gulácsi kiírta azt, hogy a család az család, és hitetett a szivárvány családok mellett, azóta áll a balhé. És ugye kicsit ironikusan hadd mondjam azt, hogy ezt a vitát Orbán Viktor azzal zárta le az M1-nek Nagy Katalinnak adott szokásos interjújában, hogy megbomlott a csapategység, és megbomlott az egység a csapat és a szurkolók között. Szerintem ez a nyomatékosabb, mert a csapategységbe belefér egy Franciaországból honosított játékos, négy Bundesliga játékos. Színes bőrű tegyük hozzá. Igen, a magyar válogatott kellőképpen szivárványos, ha úgy veszük. Szerintem értékrendben is inkább ebbe az irányba hajlik. De a csapat és a szurkolók közötti egyensúly lehet, hogy valóban megbomlott, és hát ez a törvény nyilván helyreállította egy olyan kisebbség nézőpontját alkalmazva, amelyik eléggé nehezé tette azt, hogy valaki a magyar csapatnak szurkoljon. Csak úgy lehet szurkolni, hogy arra gondolok, hogy ebben a csapatban Gulácsi véd, ebben a csapatban Bundesliga játékosok vannak, ebben a csapatban bőven vannak olyan játékosokról, aki láthatatlanban azt mondom, hogy nem értenek egyet ennek a törvénynek szinte egyetlen mondatával sem. Aminek, mármint a törvénynek van egy másik nagyon súlyos passzusa, és ez a tájékoztatás súlyos korlátozása, vagy inkább cenzúrázása, hogy meg kell tagadni, szóval nem szabad megengedni, hogy a kiskorúak, 18 éven aluliakról beszélünk, olyan tartalmakhoz jussanak, elérjenek hozzájuk, amelyekben öncélú szexualitás van. Vagy a másfajta szexuális beállítottság, például a homoszexualitás népszerűsítése, bemutatása. Most az, hogy öncélú szexualitás, ezt ugye szinte lehetetlen bizonyítani. Az összes magyar törvény tele van olyan pontatlanságokkal, hogy nem nekem, hanem a ügyvédeknek, volt igazságügyminiszternek, akivel csak beszéltem, a haja az égnek állt tőle, tele van olyan gumiparagrafusokkal, amit aztán úgy értelmeznek, ahogy akarnak. Egy önkényuralomban úgy értelmeznek, Lásd a médiatanács, hiszen itt is a médiatanács fogja majd eldönteni, hogy egy-egy műsor, egy-egy beszélgetés, akár a mi mostani beszélgetésünk,
kérdésünk is, az nem ütközik-e ennek a pedofil ellenes törvénynek a paragrafusában. 18 éven aluliak is hallhatják, ugye? És ezért lehet, hogy este 10 óra után... ezért csak este 10 óra után lehetne közvetíteni, de visszatérve a müncheni meccshez. Nem csak arról van szó, hogy Orbán Viktor valamiért meghátrált, megfutamodott, nyilvánvalóan amiatt, hogy sokkal nagyobb és felháborodottabb lett a visszhangja ennek a törvénynek nyugaton és Németországban, mint várta. De ez még kisebb baj, és a még mindig kisebb baj még talán az is, hogy mit kapott Brüsszelben, bár nem, arra talán még kitérhetünk. De talán az ő szemszögéből és az ő politikai céljai szempontjából a legnagyobb baj az, hogy a hívei, a Fidesz hívők, a Fidesz szavazók, meg a foci drukkerek gondolhatták úgy azonnal, az első hírre, hogy Orbán Viktor nem lesz ott. Miért nem lesz ott? Hát mert Brüsszelben van valami magántalálkozó, én még ki is tette magáról, hogy ott ezzel az olasz nővel van. Azzal vacsorázik. Tegyük hozzá egy teljesen súlytalan, szélsőjobbos, bevallottan neofasiszta, Giorgia Meloni. Ez mondjuk nem zavarná a szurkolókat, de az, hogy ezzel a nővel volt. Ne bántsd a szurkolókat, Gyuri. Nem egyformák. Hát mondom, nem bántja őket, nem bántaná őket ez, hogy Orbán Viktor egy fiatal olasz nővel vacsorázik, legyen akár neofasiszta, akár kicsoda, nem ez az érdekes, hanem hogy ez fontosabb lehetett, mint a magyar-német meccs, hogy nem volt ott, cserben hagyott minket. Ez biztos, hogy egy általános érzés lehet, és ez politikailag biztosan rosszul jön Orbánnak, ez se kalkulálta bele. Már ezzel együtt azt mondom, hogy már legalább két súlyos hibát elkövetett, és akkor ugorjunk át Brüsszelre, azzal sem kalkulált, hogy ilyen hihetetlen, személyes és szenvedélyes válaszokat kap erre a törvényre Brüsszelben, hogy a képébe vágják, hogy ezt nem szabad, hogy ez mindennek ellentmond, ami Európa, ami emberi jogok, ami az emberi méltóság tiszteletben tartása, személyes sorsokról kapott beszámolót, például a luxemburgi miniszterelnöktől, aki meleg, és ezt még nem csak a vita kezdetén szóba jött, pedig hát ugye ez mégse kell, hogy egy Európai Uniós csúcs napirendjén szerepeljen, de ott hosszan vitatkoztak róla, és a második nap is visszajött. Ilyen nagy pofonra biztos nem számított, és ennek meg lesznek a következményei, ez mindent be fog árnyékolni, ami Magyarország és az Unió között van. Csak én csak annyit mondanék szeliden, hogy ugye a legutóbbi nagy Orbán beszéd arról szólt, hogy a következő választások tétje Brüsszel lesz. Ugye ez már látszott a Gulácsi Petri ügyben is, hogy Szijjártó bekérette a német ügyvívőt, és frontálisan neki ment a kormány szinte összes tagja a német sajtónak, hogy ott nincs sajtószabadság, véleménynyilvánítási szabadság, és így tovább. Tényleg olyan ügyet csináltak belőle, mint annak idején a kassa fölött lelőtt szovjet vagy nem szovjet repülőgépekből, tehát éppen csak háború nem robbant ki belőle, és azóta is ez a tematika, ez vált a vezető tematikává. Tehát azt hiszem, hogy ebben van valami, ez a rossz sejtésem, hogy van benne valami megtervezettség. Tehát minden ponton megmutatni, hogy mi mások vagyunk. És erre kiválóan alkalmas a labdarúgás egyébként. De ez a labdarúgó meccs ebben nem illet bele. Azt volt képes írni a Facebookon, hogy halált megvető bátorsággal küzdöttek a fiaink. És te nem vagy ott? Azok ott halált megvető bátorsággal harcolnak, te pedig nézed televízión Brüsszelből? Igen, hogy van Gyuri, ez? Valószínűleg abban neked igazad van, hogy hónapok óta építették föl ezt a lufit, vagy ezt a propaganda hólabdát, hogy mennyire fontos az, hogy a magyar válogatott hogy szerepel. Végül is nagyon nehezen került be egyáltalán ebbe a körbe, és akkor bekerült egy ilyen nagyon nehéz csapatba, és egyébként tegyük hozzá, hogy ahhoz képest egész rendesen helytáltak, csak ugye mellesleg egyébként a sor végén, tehát a csoport végén végeztek az utolsó helyen, és kiestek. Tehát ebből megpróbált még a kormánypárti sajtó valami fajta győzelmet fabrikálni. Hát annyira megpróbált, hogy ezt az egész felérő döntetleneket, ezeket a magyar nemzetben magának, Orbán Viktornak tulajdonították, tehát
Hát nem, nem az adófizetőknek, akinek baromi sok pénzük van ebben a magyar labdarúgásban. Ezzel együtt azt kell mondanom, hogy hosszú idő óta nem volt ennyire jól felépített, jól megkonstruált magyar válogatott nézőként is ezt kell mondanom. A kormánysajtó azt is képes volt leírni, hogy egy-egyre győztünk a franciák ellen. Hát akkor minden lehetséges. Tehát attól tartok, hogy ez a kormánypárti sajtó, ez a sztálingrádi csatát is döntetlenre hozta volna ki, Paulus kontra Zsukov győzelemmel felérő döntetlen. De hát tudjuk azt is, hogy Trump legyőzte Bident, ugyanebből a sajtóból. De ha nézzük azért a gazdasági részét a dolognak, mert ez viszont a te kenyered, Zoli, hogy ahhoz képest, hogy mennyi pénzt fektettek be a magyar labdarúgásba, hát azért valahogy mégiscsak illene ezt a hatékonyság oldaláról megközelíteni. Az UEFA besorolásában jelen pillanatban a magyar válogatott a 26. helyen áll. Nem tudom, hogy most az EB után átsorolják-e őket, de az európai rangsorban a 26. helyen állunk, ahhoz képest, hogy 100 milliárdok mentek stadionokra, foci csapatokra, TAO támogatásra, és így tovább. Nem tudom megmondani, az talán érdekes, hogy a V4 minden négy országa bejutott a négyes, vagy az európai döntőbe. 24-es, igen, bocsánat, csak itt kellemetlen módon megszólalt közben a telefonom, és ez végszerenül megzavart. Tehát van rajta egy csodagomb, ki lehet kapcsolni. Nem tudom, hogy ebben vannak-e. Ebben látszik, hogy élő a műsor, kedves hallgatóim. Na, de holnap. Szóval nem tudom, hogy ebben vannak-e hatékonysági kritériumok. És azt sem hiszem, hogy ez bármilyen hatékonysági szempontból mérhető. Ugye a magyar labdarúgásban, amennyire én látom a távolból, már úgy értem, hogy nem nézek hétről hétre meccset, van egy olyan első vonal, meg egy kicsit a második vonalba is belelóg ez, amit úgy lehet tekinteni, hogy fideszes házi bajnokság. Tehát fideszes oligarchák, mint hogyha ki lett volna szignálva nekik, hogy csapatot kell vásárolnotok, elvállaltak csapatokat, kaptak hozzá stadiont. Kicsit azt a benyomást kelti az egész, mint hogyha a labdarúgásban valóban mindent meg lehetne venni, ugye az edzőt, a játékost, adott esetben még a bírót is. Valahogy így szerveződik ez az egész, és kísértetiesen emlékeztet a sokkal régebbi korok labdarúgására. Ugye az 50-es években egy bizonyos Puskás Ferenc, Farkas Mihály honvédelmi miniszternél, a nagy négyes egyik tagjánál, a kommunista vezetők közül is talán a legkegyetlenebbnél mindent kijárhatott. Oda ment és el tudta intézni. Mit mond a Videóton korábbi portugál edzője? Ha bármi gondja, baja volt, oda ment Orbán Viktorhoz, és el tudta intézni egy pillanat alatt. Eszegettek egy kis sonkát a Spice-ban, és utána minden meg volt beszélve. Ezt nem én mondom, hanem szintén a Rényi Dani kollégámnak a könyvében van idézetként, és megnéztem vagyis a forrást. Vagyis a portugál edző, mondtak. Így van, aki ott volt a Spice-ban, persze. Igen, úgyhogy azért mondom, hogy nagyjából ez a modell épült föl. Fogalmazhatok nagyon durván, hogy állami szintre emelték a pénzmosást, ami a labdarúgó klubokon keresztül egyébként a 60-as, 70-es évekbe is megvolt Magyarországon? Nem tudom, csak azt tudom, hogy ez a modell mindennek ellentmond, amiről a versenysportok és a versenygazdaság szólni szokott. Ez egy tényleg egy államilag pénzelt, államilag felépített, államilag megkonstruált labdarúgás. Ugye nem lehet azt mondani 10 év után, hogy ne lennének, ha nem is igazán átütő eredmények. Egyetlen egy példa, 1964 labdarúgó Európa-bajnokság volt, Magyarország kikapott Spanyolországtól, aztán megverte Dániát és bronzérmes lett. Hát, hogyha elolvasom, hogy Vándor Kálmán annak idején ezért a 2-1-es spanyol vereség, vagy spanyol győzelemért, magyar vereségért mit írt a magyar válogatottról, micsoda átkozódás folyt, hogy nagyon vannak sztárolva a játékosok, hogy későn kezdtek el futni a pályán, hogy hányszor bebizonyosodott már, hogy a Göröcs Albert Tihi mesterhármas az nem jó együtt, hát Göröcs Albert Tihi mesterhármas nem jó együtt. Nem volt jó ahhoz, hogy Spanyolországban megveri a spanyolokat és bejusson az Európa-bajnokság döntőjébe. Hozzáteszem, ugye, hogy 2 évvel később minden idők legnagyobb sikerét aratta a magyar labdarúgás az angliai világbajnokságon, amikor 3-1-re tétmeccsen legyőzte Brazíliát. Ez szerintem nagyobb, mint a barátságos londoni 6-3. Csak azért mondom, hogy voltak ilyen idők is, voltak ilyen Európa-bajnokságok is, ezzel szemernyit nem akarom kisebbíteni ennek de, a mostani szereplésnek. De még egy dolog, hogy összehasonlítani, hogy van itt
még néhány térségbeli ország, Közép- és Kelet-Európából, amelyik szintén bekerült ebbe a legjobb 24-be. Közülük kettő tovább is jutott a 16-ba, a horvátok meg a csehek. A velünk együtt a szlovákok kiestek, de egyik ország... is. Ja, és a lengyelek, még akkor elfelejtettem a lengyelket is. Tehát öten voltak, ebből három kiesett velünk együtt, de egyik országban sem költöttek az elmúlt több mint egy évtizedben ilyen hihetetlenül nagy összeget, abszolút mértékben is, meg GDP arányosan is a futballra, mint Magyarországon. Na most akkor lehet mondani, hogy valóban valamennyit fejlődött a magyar futball, infrastruktúrálisan sokat fejlődött kétségtelenül, de az eredmény semmiben se jobb, mint azoknál az országoknál, amelyeknek a helyzete, a körülményei nagyjából ugyanolyanok, és jóval kevesebbet költöttek. Egyébként erre. Még egy mondat erejéig ide kell citálnom a Rényi kollégának a könyvét. Az első Orbán kormány idején Demián Sándor tett egy kísérletet arra, hogy teljesen üzleti alapra helyezze a profi labdarúgást. Épp ezt a témát akartam egyébként behozni. A Demián nem hitte el, amikor Liechtensteinnel a magyar válogatott döntetlen csinált, szentül meg volt róla győződve, hogy ez bunda, és ezért hajlandó is volt beszállni a rendbetételbe egy nagyon tehetséges sportvezetővel, Muszbek Mihállyal az oldalán, akik nagyjából a belga mintára érdemi, professzionális, vállalkozói szellemű labdarúgást akartak csinálni. Nem jött be. Orbán Viktor levonta a következtetést, Magyarországon a labdarúgás, a foci nem üzlet, hanem a kultúra és a tradíció része. Ez most megint idézett, és megint a Rényi kollégának. Na most lehet, hogy Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában nem a kultúra és a tradíció része, és mégis ugyanúgy teljesítenek, vagy jobban. Én nem védem a modell, csak mondani akarom, igen, hogy mi az előtörténet az egésznek, és miért kell Magyarországon 130 milliárdot a TAO-ból, ezen kívül minden költségvetés évben 20-30-40 milliárdot a közpénzekből, és még ki tudja milyen csatornákon, illetőleg hát tudjuk, hogy milyen csatornákon, mert az egyetlen dolog, ami ebből föl van tüntetve, hogy mely cégek, mely csapatokat támogatnak, hogy mennyivel, az nem egészen, de legalább tudjuk, hogy az egész magyar tulajdonú üzleti kör az rá kellett, hogy fanyalodjon, vagy boldogan vállalta a magyar labdarúgás támogatását. Hát igen, azzal a különbséggel, hogy mondjuk a nagy nyugat-európai foci csapatok azok önálló gazdasági vállalkozások, amelyeket egyébként jelentős mértékben ugye a nézők tartanak el abból, hogy megveszik a jegyet, hogy sálat vesznek, a szponzorok, stb. Stb. Nem az állam. Jó, azért itt most egy kicsit egyetlen pillanatig, hogy legyek nagyon tudálékos, és idézek egy remek közgazdászt, Kornay Jánosnak hívják, ugye az ő egyik fontos tézise a puha költségvetési korlát, ami azt jelenti, hogy ha egy vállalkozás többet költhet annál, mint a bevétele, és az állam megmenti őt, akkor az pusztítólag, züllesztőleg hat az egész gazdaságra, és így tovább. Na most azért a labdarúgásban Nyugat-Európában is rendkívül puha a költségvetési korlát. Az, hogy egy Barcelona annyit költ, amennyit csak akar, és mégsem megy tönkre. Szóval előbb megy tönkre egy közepes méretű bank, mint egy sztár csapat, és azért halkan mondom, hogy ez lehet, hogy egy picikét még a nyugat-európai labdarúgásra is züllesztőleg hat. Hogy egy olyan országban, ahol teljesen állami a rendszer, és ahol valóban az állami gyámkodáson múlik az, hogy mely csapatok a továbbélők, és egyáltalán mely csapatok jutnak stadionhoz, ezt most nem próbálnám minősíteni, az analógián ki próbáljon. Egy pillanatra visszatérhetnék Európára, már csak azért is, mert talán Zoli mondta néhány perccel ezelőtt, nem, te mondtad, Misi, hogy ez egy előre eltervezett dolog volt, ahogy ezt a törvényt is fölépítette, és megpróbálta aztán különböző módokon képviselni, de ugye ma lehetett olvasni, hogy ma több országban megjelentek hirdetések Orbántól. Egész oldalas hirdetések, spanyol lapokban. És nyilván jön majd a többiben is, hát ne legyenek kétségeink. Ami nem azt mutatja, hogy most reagált hirtelen erre a brüsszeli csúcsra és az ott elszenvedett veszteségre, vagy vereségre, vagy kommunikációs vereségre, kudarcra, hanem azt, hogy pont egy héttel ezelőtt, itt Budapesten volt egy konferencia a magyar
szabadság, magyar függetlenség napján Orbán Viktor mondott egy beszédet, és ott elővezette 7 pontban, hogy mit kellene az Európai Uniónak csinálnia. Ebből a legkevésbé fontos, csak a 7. említem most, hogy például Szerbiát fel kell venni, de voltak benne olyanok, hogy az alkotmány, a Nemzeti Alkotmánybíróságokból létre kellene hozni egy új szervezetet, hogy megnézzék, hogy mit szabad és mit nem. Vagyis az Európai Bíróságtól el kellene venni azt a hatáskört, hogy megbünteti Magyarországot, elítéli, és nekünk alkalmazkodni kell hozzá. Vagy az Európai Parlamentet úgy, ahogy van, tessék levenni a térképről, a nemzeti parlamentekből küldjünk delegációkat az Európai Parlamentbe, tehát ezt a közvetlen választást felejtsük el, viszont adjunk neki egy olyan lehetőséget, amit eddig soha, hogy tudnélik, vétózhat. Az Európai Parlament, amelyet a nemzeti parlamentekből állítanának össze, megvétózhatná azt, hogy az Európai Unió mit akar csinálni, milyen törvényi változtatásokat akar tervezni, tehát lényegében az Európai Unió szétveréséről terjesztett elő egy 7 pontos tervet. Ezt a 7 pontos tervet ismerteti most, nyilvánvalóan elindult az egész már hetekkel ezelőtt, elmondta magyarul, lefordították dánra, spanyolra, angolra, németre, biztos. Be volt készítve, az nem volt bekészítve, hogy azt mondják neki, hogy Viktor, ezt nem csinálhatod. Nem volt betervezve, hogy von der Leyen azt mondja, még soha ilyet nem mondott. Ez a magyar törvény szégyen. Ez nem volt betervezve. De különben minden föl volt építve. Igen, hát Mark Rutte, ugye a holland miniszterelnök pedig nyíltan felvetette, hogy kívül tágasabb. Ha ennyire nem tetszik az Európai Unió, akkor ki lehet lépni, bár én úgy gondolom, hogy ez biztosan nem fog megtörténni 2 ok miatt. Egyrészt azt gondolom, hogy Orbán Viktornak addig van hasznossága, idézőjelbe teszem, azok között, a nem európai szövetségesei között, akik megbízását teljesíti. Nevezzük meg Kínát és Oroszországot például. Én így gondolom, hogy Törökországot is, igen. Hogy addig van haszna, politikai haszna, amíg belülről bomlaszt. Mert ha kiléptetné mondjuk Magyarországot, akkor ott egy szakadék jön, nincs az az Oroszország, nincs az a Kína, aki hajlandó lesz Magyarországot finanszírozni. Hát ebben nem vagyok biztos, mert azért Magyarország pontosan ugyanott van, ugye nem horják el a talpukon az emberek, lásd Sándor György régi humoreszkjét, vagy előadói estjét, tehát Magyarország itt van, ez elég jó hely Kínának is, meg Oroszországnak de is. De nem lesz annyira fontos, hogyha kikerülnék. Másképp lesz fontos, nagyon-nagyon jó. Kívülről bomlasztani jó lesz. Frontállamnak nagyon jó helyen van. Szóval amikor látjuk, hogy milyen harc folyik Ukrajnáért, akkor azért ne nagyon gondoljuk azt, hogy nem folyna ugyanilyen küzdelem Magyarországért is. Csak mi kerülnénk még rosszabb helyzetbe. Azt tuti, bocsánat, tehát ebben a tekintetben nem mondok ellent, hiszen ezzel kezdtem az egészet, hogy éppen ez az általad is idézett beszéd, ez mutatja azt, hogy Magyarországon a jövő évi választások fő tétjének Orbán Viktor az uniós tagságot fogja majd tartani, és ennek a jegyében történik minden a következő időszakban. Egészen biztosan ez lesz a tét, és ez a legrémisztőbb tét, ami eddig magyarországi választásokon fölmerült. Úgyhogy egyetértek. Bár ugyanakkor viszont van néhány olyan kérdés, amire még nekem nincs válaszom, vagy legalábbis csak feltételezéseim vannak. Fordulj csak hozzánk bátran. Nem értem a gazdasági racionalitást, sem a paksi bővítés, sem a Belgrád-Budapest vasútvonal, sem a Fudán Egyetem ügyében. Itt valahol a gazdaságon kívüli okokat kell keresni, hogy ez miért jó vajon egy miniszterelnöknek. Mindegyik szövetségkeresés. Ugye azért, amikor először hallottam Orbán Viktort kínai ügyekről beszélni egy kínai-magyar vegyes bizottság előtt, ugye akkor még harcot folytattunk az eladósodás ellen, akkor ő maga azt mondta, hogy a Bibliában a bűn és az adósság szó ugyanazt jelenti. Amit én nem is értettem egyébként, úgyhogy kénytelen voltam többször visszanézni, hogy az adósság és a bűn ugyanazt jelenti, mondta a magyar miniszterelnök a kínai vezető üzletemberek előtt. Most akkor nagyon bűnösök vagyunk, hogy eladósodunk Kínával szemben, vagy csak kicsit? Hogyha pedig bűnösök vagyunk, akkor kinek a penitenciája, hogy ettől a bűntől megszabadítsa a vezeklő miniszterelnöket? Szóval ha paksig megyünk vissza, hát annak a gazdasági racionalitását persze nehéz megindokolni, de
energia ellátási racionalitása annyiban van, hogy a mostani reaktorok nyilván elavulnak, le kell őket majd szerelni, le kell állítani. És az valóban egy kérdés, és állandó vitára sarkalló kérdés, hogy hogy lehet ilyen nagymértékű villamosenergia termelést, milyen erőművekkel, ezekkel a korszerű mondjuk nap vagy szélenergiával lehet-e pótolni, vagy nem lehet, hogy ez túl drága, vagy túl bizonytalan, vagy kell mégis atomenergia, ez egy legitim vita. Gazdaságilag minden bizonnyal nem éri meg, ha kiszámoljuk, viszont kell mégis valamilyen energiaellátási biztonság, és ebben még az is elképzelhető, hogy az atomenergia a válasz. Nem tudom, nem szeretném, de nem lehetetlen. A belgrádi vasútvonalnál nincs ilyen racionalitás nyilvánvaló. Jobb lenne, ha minden vasútvonalunk korszerű lenne, 160 kilométerre lehetne végigrohanni minden irányba. Hát miért ne lehetne éppen Belgrád vagy Görögország irányába is, de hogy erre nincs szükség, és nem kell 700 milliárdos beruházást csinálni kínai hitelfelvétele, ez holdbiztos. Az egyetem pedig, hát annak sincs gazdasági racionalitása, az egy szintiszta politikai és részben ideológiai, stratégiai elkötelezettség. Nem azt mondom, hogy a kínai kémközpontnak a létrehozása, mert nem hiszem, vagy ha valamennyi van benne, akkor sem ez a lényeg. Hanem azt mutatja, hogy mi igenis oda is tartozunk, nem vagyunk hajlandók letáborozni a nyugattal, nálunk kínai vagy orosz, meg egyéb szellemi és gazdasági központok is legyenek, mert Orbán úgy gondolja, ezek az ő hátországai, ezzel ő erősebb nyugaton. Ja, hát egy közös mind a három hatalmas projektben van, mégpedig az, hogy mindegyik tökéletesen előkészítetlen volt, már úgy értem, hogy nem volt semmilyen nyilvános vitája, hanem egyszerűen tényként bejelentették. Paksot és Fudant is, a Belgrád-Budapest vasútvonalat is. Tehát nem arról van szó, hogy itt... És a megvalósítását titkosították is, eldugták a kíváncsi szemekkel. Bocsánat, a Fudánról 2022. december 31-ig be kell számolni a Magyarországgyűlésnek, úgyhogy... Miközben már 26 hektárt már kapott az egyetemi projekt. Jó, ezen most tényleg borzalmasan sokat lehet ércelődni, de megint a Fudán törvény. Hát azért a legbőszítőbb az én szememben, nagyon nehezen olvasok jogi szövegeket, de azért próbálkozom. A legbőszítőbb az, hogy itt az államháztartási törvényt és a nemzeti vagyonról szóló törvény fontos passzusait figyelmen kívül kell hagyni a vagyonjuttatásnál, és gyakorlatilag minden kapcsolat az adományozó állam és az egyetem között megszűnik. A kurátorok azok örök életre kurátornak vannak ítélve, azon rötyögtem magamban, hogy ha egyáltalán lehet ilyesmit nevetni, hogy mi van, hogyha valamelyiküket baleset éri, akkor hogy választanak újat? Valószínűleg örök életűek is lesznek. Uh-huh. Kinevezik őket egy örök életre. De most minden ilyen vérlázító ügyeskedés félretéve valóban az van, hogy erről, ami az alapítványba átkerül, erről a magyar állam végérvényesen lemond. Tehát ez az alapítvány tulajdonába került, majdnem azt mondtam, hogy kínai tulajdonba, de az alapítvány tulajdonába kerül, aztán... Hát lesz egy ilyen fordított Hongkong vagy Makaó, csak éppen a 9. kerületben. Egyfajta támaszpont. Ezeket a támaszpontokat ajánlja föl, szellemi, gazdasági és talán egyéb értelemben is, az oroszoknak is és a kínaiaknak is. Ez a hinta politikája Orbánnak. Volt viszont a héten egy nagyon érdekes jelenség, valaki megkongatta a vészharangot. Méghozzá egy nagyon meglepő személy, Matolcsy György, aki azt mondta, hogy a 2022-es költségvetés úgy rossz, ahogy van, rosszul van megtervezve, rossz premisszákból indul ki, és utána lépett is, nem csak beszélt róla, hanem megemelte a kamatot, és azt ígérte, hogy a Nemzeti Bank akár havonta is emelheti az alapkamatot, mert korrigálni kell, mert elszabadul az infláció, és így tovább. Ilyen nyíltan még soha nem ment szembe a, hogy mondjam finoman szóval, az a gazdasági sámánja Orbán Viktornak egyszer csak a saját gazdája ellen fordult. Ez nagyon érdekes, ugye, mert ennek az egész keleti nyitásnak a kormányzaton belül éppen Matolcsy György a főhíve, ugye, aki Szingapúrtól kezdve Kínán át rengeteg példát hozott a térségből, és
meglepőnek és öncélúnak látszik ez a nyílt támadás. Három dologban is hadat üzent Orbán Viktornak. Ez nem az én kifejezésem, tehát ő mondta, hogy hadjáratba kezdünk. Ez volt a címe a cikkének. De az egész ott kezdődött, hogy azt hiszem június 9-én volt egy ilyen gazdasági fórum, ahol ezeket a dolgokat, tehát hogy jövőre már kisebb legyen a hiány, hogy a hitelmoratóriumot nem kell meghosszabbítani. Az egyik alelnök azt mondta a kamatemelés utáni sajtótájékoztatón, hogy a hitelt vissza kell fizetni. Hát azt hittem, hogy tényleg, hogy ott megdörzsöltem a szemem, hogy ilyen mondat már 2010 óta senkinek a száját nem hagyta el, hogy Magyarországon hiteleket vissza kell fizetni, hiszen ezer módon meg volt mindenfajta adós csoport segítve. Tehát ez volt a második. A kamatemelésnél pedig Orbán Viktor azt mondta, hogy mérsékelt és óvatos kamatemelési ciklust javasol. Na most az utóbbi már bejött, mert ugye ez 0,6%-ról 0,9%-ra emelték fel az alapkamatot, de a meghatározó kamat az egyhetes betét kamata volt, amelyik már régen elvált az alapkamattól, épp azért, mert elég nagy volt az inflációs nyomás, tehát az úgynevezett effektív, tehát a valóban hatásos alapkamat az 0,15%. Na most ebből persze az következik, hogy ez nem egy nagyon-nagyon radikális lépés. Hozzáteszem, hogy amikor a kamatemelési várakozások voltak, megpendítették már, hogy jön a kamatemelés, akkor szépen erősödött a forint, majd ő elkezdődött egy össze-vissza beszéd, nyilatkozatháború, a jegybanki vezetők különböző dolgokat mondtak arról, hogy hogyan alakulnak a dolgok, akkor hirtelen nagyon visszagyengült a forint, majd most letáborozott ezen az eurónkénti 350-es árfolyamon. De Varga Mihály viszont személyében érezte megtámadva magát, mert a V4-ek varsói üléséről gyorsan nyilatkozott egyet, hogy a magyar költségvetés az a gazdaság újra indításáról szól, és hogy a gazdaságot kell fellendíteni. Tehát azt még aznap, talán már délután riposztozott Matolcsy Györgynek. Úgyhogy én kíváncsian szemlélem, hogy ez egy egyszerű hatalomtechnikai dolog-e Orbán Viktor részéről, hogy a két legfontosabb gazdasági döntéshozó pozícióba levő emberét ugrasztja egymásnak, és nézi hátradőlve, hogy mi jön ki belőle. Hát ennél vagy... azért bonyolultabb a helyzet, mert ezt a költségvetést, ezt az országgyűlés fogadta el, tehát lehet azt mondani, hogy Matolcsy kontra országgyűlés. Azt, hogy nem lesz 5,9%-nál kisebb jövőre a hiány, ezt a miniszterelnök mondta ki Matolcsy György füle hallatára. Egy héttel később Matolcsy György megismételte, hogy hadjáratot indít, hogy jövőre kisebb legyen a hiány. Varga Mihály szintén mindig elmondta, hogy a gazdaság újraindításhoz még meglehetősen nagy deficitre van szükség. Tehát akkor Matolcsy Orbán, Matolcsy kontra Varga Mihály. Azon kívül Orbán Viktor személyes tanácsadója, Nagy Márton, ott ül a miniszterelnökségen, akit meglehetősen rejtélyes módon csapott el egyik pillanatról a másikra Matolcsy György. Két oka is lehetett az összekülönbözésüknek, az egyik a valóban a kamatszint, a másik pedig az, hogy annak idején Matolcsy György még azt mondta, hogy 2020-ban, vagyis a tavalyi évben a gazdaság növekedni fog, nem lesz visszaesés, és ezt az álláspontot állítólag Nagy Márton nem képviselte teljes odaadással. Na most Nagy Márton, a volt alelnök, az Orbán Viktornak a tanácsadója és a figyelőnek elnyilatkozta ő is, hogy az újraindításhoz meglehetősen nagy deficitre van szükség. Tehát nem érzékelhető pontosan, hogy Matolcsy Györgynek milyen céljai vannak, vagy azt gondolja, hogy még van egy esély arra, hogy visszakerüljön a legfőbb gazdaságirányító pozíciójába, de van még egy, nagyon félve mondom, még egy olvasata az én nézőpontomból ennek az egész sztorinak, hogy két olyan história is van Matolcsy György körül, ugye az egyik a fia, mint bútorszállító, a másik a fia barátja, mint 54 milliárd ér a Magyar Nemzeti Banknak a felújítója, hogy lehet, hogy ez már egy kicsit sok volt. Lehet, hogy egy kicsit, ugye annak idején Spéder Zoltán is akkor kezdett bajba kerülni, amikor kicsit túllőtt a célon, tehát megorrolt rá a gazdasági vállalkozása miatt a miniszterelnök. Nekem eszembe jutott a Spéder hasonlat, és elnézést, hogyha ezzel most mindenkit tévútra viszek, de azt gondolom, hogy itt már voltak, és ehhez még hozzátehetnénk azokat a kicsit rögeszmérbe hajló írásokat is, amelyeket hétről hétre Matolcsy György a növekedés.hu-n közzétett. Onnan átköltözött a Magyar Nemzetre,
azzal a szándékkal, hogy hetente ott most meg fog jelenni. Két vagy három vagy négy hét múlva lehet tudni, hogy mennyire erős a pozíciója. Rászóltak-e, hogy ezt kéretik abba hagyni, és elkezd megint egzotérikus témákról írni, mint a közgazdasági nyelv és a magyar nyelv szépségei, vagy pedig kitart és valóban tovább viszi a hadjáratot, először a gyalogságot bevetve, aztán a lovasságot, tüzérséget, végül a tankhadosztályt. Most, hogy ezek a korrupcióra utaló ügyek mennyiben játszanak, vagy játszottak szerepet, nem tudjuk, lehet ez is. De az nagyon furcsa volna, ha Matolcsi úgy védené magát ezekkel szemben, hogy példátlan, az elmúlt 11 évben példátlan módon támadt neki, nem Varga Mihálynak. Ez a támadás Orbán Viktor ellen irányult. Van a cikk végén egy motto is, ezeket rendszeresen is szívesen használja, valakitől idéz, hogy a bölcs ember többet tanul az ellenségeitől, mint a bolond a barátaitól. Na most, vagy őt magát, saját magát állítja be ellenségnek, és Orbán nevezi bölcsembernek, tehát kedves Viktor, te vagy a bölcs, én az ellenséged vagyok, de hidd el, többet tanul a cíle. Vagy Orbán Viktort nevezi bolondnak, és ő pedig, mint barát, vagy barát, mondjuk Varga Mihály és a többiek, akik tanácsot adnak neki. Szóval még ez is úgy értelmezhető, hogy természetesen a legfőbb vezérhez szól, a bölcs emberhez, aki eldönti majd, hogy kinek van igaza, de ezzel a hadjárattal is, azzal, hogy ez az egész költségvetés úgy rossz, ahogy van, tessék vigyázni, mi itt különböző nemzetközi pénzpiaci praktikák áldozataivá válunk. Ez egy olyan súlyos politikai és gazdasági figyelmeztetés, ami csak a miniszterelnökhöz szólhat. De ha ennek az az oka, hogy esetleg megfették őt, hogy a fia miért szállít bútorokat a Nemzeti Banknak, szerintem az ehhez képest piti. Rászólnak, ő már azt mondja, bocsánat, elintézzük, más lesz. Hát egyetlen egy esetben nem piti, hogyha ő már tudja, hogy végóra hogy egy történet. Hogy ki van rúgva? Ez lehet. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy e tekintetben igazam van. Minden esetre, hogy mennyire konok Matolcsi György ebben a tekintetben. A kamatemelés után tartottak egy sajtótájékoztatót, amit labdarúgó hasonlatokkal fejezett be, bementünk az öltözőbe, második fél időre más stratégiával vagy taktikával kell kijönnünk. Végig a labdarúgás nyelvét használta, amiben azt kell mondanom, hogy igazi csibészes pimasság van. És ez eddig nem volt rá jellemző, hogy mondom, ezt hogy ezen a nyelven szólaljon meg. Merőben új, ez egy egészen új dolog, nem tudjuk mi az oka, nem tudjuk, hogy Matolcsi sértettsége, vagy már tudja, hogy vesztett, vagy egyszerűen az egója nem tudja elviselni, hogy nem ő a fő megmondó ember a gazdaságpolitikában, pedig mindig azt szeretett volna lenni, ő volt a híres hírhet jobb kéz, és már nem az, mindegy, hogy mi, de azt mondom, hogy ez árulkodó, ilyet még Fidesz körüli ember nem próbált meg Orbán ellen. Hát vagy legalábbis, ha megpróbálta, akkor nagyon gyorsan eltűnt, hát nyíltan a szűrőről. Nem, lehet, hogy Simicska megpróbálta, de az titokban volt. Minden, ami az ő konfliktusukról nyilvánosságra került, később került nyilvánosságra. Egészen addig, amíg el nem távolították, ez csendben ment. Ugye ezen a pályán mozogva elég régóta van Varga-Matolcsi konfliktus. Meglehetősen régóta van, 2-3 év óta biztosan. És voltak látványos összenszólalkozások, például a közgazdasági vándorgyűlés, közgazdasági társaság vándorgyűlésén, na nem úgy, hogy egyszerre ott lettek volna, hanem előbb az egyikük mondta el, aztán a másikok, és ezek ilyen frivol üzengetések voltak. Nagy élvezettel lehetett ezeket hallgatni. Ugye az én ízlésem szerint a Varga eddig meglehetősen óvatos politikája meggyőzőbb volt. Ezt ti, akik ebben benne vagytok, a sorok közül olvasták. Nem, ez nyílt volt. Ezek nyilatkozatháborúk voltak. Ez sokkal keményebb volt. Tehát itt azért én nem vagyok egy gyakori Matolcsi olvasó, de ezt a cikket elolvastam az elejétől a végéig, és ez nyílt hadüzenet volt. Persze. Ezért mondom, hogy ez egy minőségi váltás, ilyen még nem volt. Hadjárat, és ránk hozzátok a vészt. A pénzpiac összeomlás. Tehát ez van benne egészen nyíltan. De egyébként üreményes dolgok vannak benne, mert hogy milyen okok miatt lesz esetleg vész, vagy vészhelyzet, vagy miért lesz Magyarország kitéve a pénzügyi támadásnak. A négy tényező közül az egyik, amelyet Matolcsi György megemlít, a legnagyobb negatív reálkamat.
Na hát, ha valamit, ezt ő csinálta. Tehát az, hogy az inflációhoz képest a legalacsonyabb a magyarországi alapkamat. 180 fokos fordulat a korábbiakhoz képest. Kizárólag a mindig egyhangúan szavazó monetáris tanács és Matolcsy Györgyön múlott. Más nyelvet beszélnek, jut eszembe nyelv. A héten kiderült, hogy ezen túl is lehet diplomához jutni nyelvvizsga nélkül. Na, mit szóltok hozzá? Hát tulajdonképpen semmit, azt kell mondanom, hogy ez a magyar oktatáspolitika totális kudarca, a sok közül az egyik. Az, hogy éveken keresztül nem volt képes eljutni oda a felsőoktatás, meg a középfokú oktatás, hogy tömegével bocsásson ki elfogadható szintű nyelvvizsgára képes diplomásokat, hát ez egy katasztrófa. És amikor kitalálták néhány évvel ezelőtt azt az abszurdumot, hogy majd úgy fogjuk megjavítani a nyelvoktatást, hogy két középiskolás évfolyamot, aki akar, kiviszünk valahova nyugatra, Spanyolországtól Angliáig, meg Kínáig, meg Írországig, és két hétig tanuljanak ingyen állami pénzből, valami. Na hát 90... aki ilyet mond, az még nem tanult idegen még nyelven. Életében nem tanult és nem tanított idegen nyelven. Óriási összegér, a járvány miatt ez ugye nem vált lehetségessé az első évben, de hogy ez lenne a megoldás, nem. Az lett volna a megoldás, hogy nyelvtanárokat alkalmazni, és az Európai Unióból igen, valamennyi pénzért, messze nem annyiért, mint egy ilyen kiküldetéses szórakozás lett volna, olyan nyelvtanárokat, anyanyelvi szinten beszélő nyelvtanárokat hozni legalább az egyetemekre, néhány százat vagy akár egy-két ezret, akikkel meg lehetne tanítatni ezeket az embereket. Ők is boldogabbak volnának, hogyha nyelvvizsgát tudnának tenni. Ez nem az ő hibájuk elsősorban, hanem a magyar oktatás politikájé. Ez egy totál kudarc. Én azért egy nagyon-nagyon kicsit megengedő vagyok, mert ez az elmúlt egy év ez úgy szállt el a legtöbb felsőoktatási, sőt középiskolai, sőt általános iskolai intézményben, mintha nem is lett volna. Tehát ez a nyelvtanulás online módon és személyes kontaktus nélkül, és nem tudom én mi, azért ez nem az igazi. Ez nem az igazi. Ő családon belül voltak néhányan, akik végigkínlódták ezt az elmúlt egy évet. Én nagyjából úgy nézek rá, mint magamra, amikor 11 hónapig katona voltam, hogy az a múlott, hogy az év hogy múlott el, hogy olvastam, vagy nem olvastam, volt-e kezemben könyv és tankönyv, vagy nem volt. Tehát egy ilyen év után kivételes esetként és egyszeri alkalomként és szigorúan körülhatárolva ennek a feltételeit, számomra nem végtelenül elutasítandó a megoldás, hogyha ebből főszabály lesz, tehát az, hogy most már nyelvvizsga nélkül be lehet fejezni egyetemet, akkor ez maga a tragédia. De azért azt ne felejtsük el, hogy ez egy másmilyen év volt. Ez kétségtelenül igaz, azonban azoknak a végzősöknek mostantól számított 10 év múlva is helyt kell majd állniuk a munkaerőpiacon, és ha azt vesszük, hogy Nyugat-Európa, nálunk szerencsésebb országok egyetemi végzősei, mire megkapják a diplomát, általában még a saját anyanyelvükön kívül, nagyon sok helyen legalább 2, de néha 3 nyelvet is beszélnek elfogadható módon, akkor ez egy borzasztó nagy versenyhátrány a magyarok számára. Hát ha azt feltételezzük, hogy mindenki, aki nem szerzett nyelvvizsgát, az meg se tud szólalni idegen nyelven, de szerintem ennél azért egy kicsit árnyaltabb az összkép. Tehát lehet, hogy csak éppen most ebben a helyzetben nem tudott levizsgázni, nem tudom, csak azért mondom, hogy bennem látva azt az őrületes gyötrődést, ami ebben az évben mindenfajta iskolával lezajlott, egy nagyon Zoli, kicsit megengedhető igazad van, vagyok. Ha ez most egy kivételes év lett volna, de nem az volt. Meg hát előtte is volt ugye nagyon persze. Sok, hiszen 5 évre visszamenőleg, hát vagy 7 úgy értem, hogy ez a megoldás nem volt kivételes. Maga az év kivételes volt, a tanév persze, ez akár indokolhatta volna egyszer, de miután már korábban is így oldották meg ezt a totális impotenciát. Ezért úgy gondolom, hogy a helyzet ennél sokkal tragikusabb, emberileg érthető, és egyébként a diplomásokat érti meg az ember leginkább, hogy erre már nem igazán volt lehetőség, mód, alkalom, hogy megtanulják azt a nyelvet. Hát arról nem is beszélve, ugye, hogy most nyelvvizsgáról beszélünk, és nagyon sok cégnél egyszerűen nem is értik, főleg a multicégeknél, nem is kérnek
nyelvvizsga papírt, mert nem érdekli őket, akkor... hanem vagy tud az illető, vagy nem. A gyakorlatban derül ki. Mégsem kell vizsgázni. Tudni kell, használni kell tudni a nyelvet. És hát ugye az itteni nyelvoktatásnak az egyik nagy problémája az, hogy csak éppen használni nem tudják, beszélni nem tudnak, olvasni nem tudnak az adott idegen nyelven. De nyelvtudás is nagyon sokféle van ebben az országban. Ugye az iskolák is nagyon különbözőek, a különböző nyelvstúdiók is nagyon különbözőek, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy Magyarországon lehet nyelvet tanulni. Van, akinek megerőltetően sokba kerül, de lehet. Viszont ha valaki csak arra épít, hogy a középiskolában vagy az általános iskolában megtanítják az idegen nyelvre, az valószínűleg csalódni ott fog. Is van olyan, ahol lehet, és van olyan, ahol kevés az esély. Sokkal bonyolultabb ez az egész képlet. Mindegy, a lényeg az az, hogy én egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kicsit megengedő vagyok ezzel a lényeg az, hogy sokkal többet kellene költeni a közoktatásra és a felsőoktatásra, nem a Fudan Egyetemre. Az az 540 milliárd, amit arra néhány ezer mesterképzésben résztvevő, jó részt külföldi diákra költenek a magyar állami pénzből, az az 540 milliárd a magyar felsőoktatásnak több éven keresztül nagyon komoly segítséget jelentene. Ez például nehezen vitatható. És hát voltak olyan országok, meg vannak is, ahol kormányprogram szintjén tűzték ki például a nyelvtanulást. Japán volt ilyen, a japánok notóriusan nagyon rosszul beszéltek angolul, és ezelőtt 30 évvel a kormány kitűzte, hogy már pedig meg kell tanulni. De nem csak az, hát ugye én 1978-ban voltam először Frankfurtban. Akkor még úgy interjúztam, hogy angolul kérdeztem, és németül válaszoltak. Németül értek, de nem tudok annyira, hogy németül vállaltam volna a diskurzust. Elég érdekes interjúk lettek belőle. Notabene Bogomolov akadémikussal is interjúztam úgy, hogy angolul kérdeztem, és oroszul válaszolt. Szép idők voltak. Na most egy évtizeddel később a taxisofőr is angolul szólt hozzám, pedig nem látszott rajtam, hogy külföldi vagyok. Tehát Frankfurt olyan módon alakult át, hogy gyakorlatilag többen beszéltek angolul, mint németül, legalábbis a belvárosban, legalábbis az akkor épülő banknegyedben, még miközben a német egy nagyon erős, egy erősen beszélt nyelv, és mégis gyakorlatilag 10 év alatt hozzá lehetett szoktatni Németországban az embereket, hogy nem baj, hogyha még egy nyelven beszélnek. Hát és Skandináviáról nem is beszélve, ahol annak idején, amikor még tévésként forgattam, fogadásokat kötöttünk az operatőrrel, hogy a legutolsó svéd falu legótvarabb benzinkútjánál is a benzinkút kezelővel fogunk tudni beszélni angolul, és természetesen tudtunk, hiszen egész Skandináviában legalább két nyelven beszélnek. Jó, de hidd el nekem azt a legutolsó skandináv falut és azt a legutolsó benzinkutat. Hogyha majd nálunk is olyan lesz, akkor nálunk is fognak tudni angolul. Vagy fordítva, ha nem tudnak angolul, akkor nem lesz olyan a legutolsó benzinkút. Hát minden esetre mi itt jól szót értettünk magyar nyelven. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek a hetes stúdióba. Az elmúlt percekben önök Farkas Zoltánt, a HVG munkatársát, és Bolgár György kollégámat, a Klubrádió munkatársát hallották. A hetes stúdiót egyébként Bálint Judit szerkesztette, a riporterünk Csernyászki Judit volt, a technikus Budai Márton. Önök Hardi Mihályt hallották, utoljára a Bokor utcai Klubrádió stúdióból, legközelebb már a Benczúr utcában készül az adásunk. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!